Köszönjük, kívánok, kedves nézőink, folytatjuk a bátoriakat. Ma Horváthné Kemencsei Anikó a vendégem. Jó estét önnek is. Jó estét kívánok. Hát ugye ön Nyírbátor épített környezetéért, vagy környezetéhez ért szakember, mondjuk így. Egyébként ez azért is aktuális most ez a beszélgetés, mert nemrégen fogadta el a nyírbátori önkormányzat a város arculati kézikönyvét. Tulajdonképpen gondolom, hogyha annak idején, amikor ön kezdett, lett volna egy ilyen kézikönyv, az is milyen jó lett volna, mert lehetett volna mit és kitől számon kérni, hogy mihez kell alkalmazkodni, és mi az, ami legfontosabb, amit figyelembe vesznek akkor, amikor valaki épít valamit. Na de mielőtt még persze ide jutnánk, de hát azzal szeretném kezdeni, hogy ha jól tudom, ebben a műsorban, fura, de ön az első, aki Nyírbátorban is született, sőt a szülei is Nyírbátorban születtek, sőt, ugye? Sőt a nagyszüleim is nagy része. Nagy része. Igen, tehát igen. Akkor valamelyik része hát nem. Hát valamelyik része nem. Igen. Uh-huh. Tehát ön nyírbátori itt született, milyen családban született egyébként? Hát az édesanyám, csak a szüleimig menjünk vissza, egyedül nevelkedtek, mert nagyon hamar elváltak a szülei. 1938-ban, még az édesanyám él 28-as, 91. éves, és abban az időben nehéz volt a nagymamámnak két gyerekkel, tehát akkor nem volt segítség, megkapták azt az egy helyiségből álló lakást a papától, tehát a nagyapámtól, és akkor így nevelkedtek, és a nagymamám itt-ott elhelyezkedett, ment mezőgazdasági cséplőgéphez dolgozni, aztán végül sikerült neki a város egyik híres orvosához, dr. Lódi Lászlónál ilyen házvezetői szolgálatot teljesíteni, ahol a édesanyám még kaptak egy ilyen kis lakást, és onnan indultam, és jó tanulók voltak, a nagybátyám is tanult, és a édesanyámnak az volt a szerencséje, hogy akkor és először, és csak addig, amíg ő járt, egy óvónő képzőt indítottak be Nyírbátorba, és akkor ő oda jelentkezett, és elvégezte az óvónő képzőt. Az édesapám pedig kereskedő volt, nagyon jó kereskedő. Na mindezek ellenére, vagy mindezzel együtt, ön pedig építész lett. Miközben hát az ember sokszor azt gondolja, hogy a szülők példája az adott esetben, hogy is mondjam, inspirálja az embert. Ha a mama óvónő, akkor én mondjuk leszek tanár vagy professzor. De nem, ön egy teljesen más irányú pályát választott. Valóban így volt, hogy anyukám szerette volna, hogy én menjek a pedagógus pályára, de nem vonzottam a pedagógus pályához. Nekem... Miért nem vonzotta? Azért, mert sok rossz pedagógusra találkozott? Nem, én nagyon jó pedagógusokkal találkoztam, mert általános iskolában is nagyon jó tanáraim voltak, akik meghatározták a további életminőségemet, az érdeklődési körömet és gimnáziumban, és nagyon jó, ide jártam gimnáziumban. Mondok neveket. Egyet először. Az osztályfőnököm általános iskolában Lautner Rudolf név volt, és Hatvani András, sajnos már egyedül az orosz tanárnőm él még, Kovács Endréné, akit köszöntök is, mert biztos örülnek, hogy egy tanítvány, aki persze, hogy emlékszünk rá, mert... Bocsánat, csak igen. Egy fél mondat. És ön megtanult oroszul? 12 évig tanultam meg oroszul, de hát nem gyakorolom. Sajnálom, másképpen sokszor eszembe jut, hogy érdemes lenne feleleveníteni, amikor az ember olyan környezetbe kerül, akkor azért előjönnek ezek a szavak. És ön most már majd gyakrabban került ilyen környezetbe, hogyha jönnek itt és megkérik idegen vezetése, de, vagy városi túra vezetése. De ne ugorjunk akkor át, szóval említette az orosz tanárt, és még? És Hatvani András, aki magyar irodalom, magyar nyelvtan és történelem szakos tanárom volt, aki nagyon meghatározó volt, hát meg a matematikából is jó volt. Kezdtem akkor... megijedni, hogy nem mond egy reál tantárgy a foglalkozó tanárt, mert hogy önközben reál szakmát választott, és csupa humán érdeklődési tanárról beszélt. Uh-huh.
Azért választottam a reál tantárgyat, tehát jó voltam, tehát kitűnő voltam végig általános iskolában, és akkor indult a gimnáziumban egy matematika-fizika szakosított osztály. Lehet, hogy még előttünk is volt már, és akkor én oda jelentkeztem, mert oda nagyon jó képességűek jelentkeztek a városból is, meg azért az a gimnázium, most előtte Mártikával történt a beszélgetés, Rászné Mártikával, és most is nagyon jó a gimnázium, akkor meg nagyon-nagyon jó volt ez a Nyírbátori Bátor István gimnázium, és akkor én matematika-fizika tagozatra jelentkeztem, ahol... De akkor még nem volt célja, hogy mi lesz? Nem. Tehát akkor még nem gondolkodtam, és én szerettem rajzolni, tehát szabadkézi rajz, jártam rajzszakkörre, de ez már úgy valahogy, már ezt nem folytatom, és akkor én arra gondoltam, hogy hú, hát az építészek, nek szüksége van, hogy jó kezük legyen minden, és akkor én kinéztem ezt a főiskolát, ahol végül is végeztem, az akkor még Évő Miklós. És volt valami fogalma az építészetről? Egyáltalán nem volt. Tehát nem volt. Fogta, bekötötte a szemét és ugrott egy fejes. Hát igen. Ez volt Tehát az is, végül is nem az, hogy köze volt, mert akkor én nem is tudtam, mert Budapestre jelentkeztem, akkor nem is tudtam, hogy itt is indult egy tagozata, tehát a Budapestre kellett beadni. Hát azért más világ volt akkor. Világos, és akkor nem volt olyan információ áramlás. Igen, Debrecenben végeztem. És nem csalódott, amikor végül is elkezdte tanulni az építészetet? Magas építészetet tanult, magas építészet tanultam, hát először nagyon nehéz volt. Tehát nehéz volt megszokni, akik oda jelentkeztek, már voltak, akik szakközépiskolába jártak, és ők már tudták, mi ez a műszaki rajz. Tehát akkor mindent kézzel rajzoltunk, és nem volt könnyű. Tehát nagyon sokat, nagyon... De ez egy férfias szakmának tűnik nekem, nem? Hát, sokan voltak? Kevesen voltunk, igen, kevesen voltunk. Hát szerintem az évfolyam az 80, lass volt, és akkor szerintem annak az egyharmada volt lány. És... egy ilyen ugrok most egy nagyot tartja a kapcsolatot a csoporttársai közül valakivel? Igen. Igen, tartom. A szobatársaimmal tartom a kapcsolatot. A kollégista, igen. Mai napig, minden évben találkozunk. Komolyan? Egy napon, igen, és nagyon jó. És jó. Milyen pályát futottak be? Hasonló pályát? Hasonló pályát futottak be, mert tehát én is a kivitelezésbe kezdtem, 8 évig a kivitelezésbe dolgoztam, hát egy nagyon rövid ideig, amikor el kellett helyezkednem a Nyírbátori költségvetés üzemnél dolgoztam még, hát szerintem még egy éves, és akkor hívtak a szájévnek, itt volt egy építésvezetőséget, akkor voltak a nagy beruházások, lakásépítkezések, hát az MSK régen, a Cseper volt, a Bóni, a növényolajnak a területén is nagy építkezések voltak, és akkor hívtak engem oda. Ezek önnek mindhez közel van? Hát igen, 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 igen. Tehát a lakásépítkezések nagy részén én... Tehát ezek a lakóterepek? Menjünk vissza, hogy tehát áthívtak a kivitel. Na jó, nem ott tartottunk, ez csak egy közvetítés volt az ön részéről, mert az én közbevetésem meg az volt, hogy tartják a kapcsolatot a csoporttársaival, és hogy hasonló pályát futottak ebbe. Elmentem egy ilyen mellékvágányra, szóval... igen, és akkor tehát ők is elkezdték a tervezésnél, tehát sokan a tervezővállalatoknál, mert ők nagyobb városba értek, Nyíregyházi, Miskolci, tehát ott volt tervezővállalat, ott helyezkedtek el, de a mi... akkor képnőről beszélünk. Háromról beszélünk, az egyik Szarvasi volt, ő is szintén a költségvetés üzemnél helyezkedett, de azt hiszem, hogy ő ott is maradt, mindegy átalakulások voltak, de ez most nem érdekes. És bejutottak ők és is utána, a közigazgatásba? Utána ők is bejutottak a közigazgatásba, és ez nagyon jó volt, mert mindig... Ide majd eljutunk. Ott vagyunk, ön elvégezte végül is a főiskolát Debrecenben, kapott egy oklevelet, magas építész, ugye? Igen. Egyébként mit jelent az, hogy magas építész? Az, hogy a föld feletti része? Igen, a föld feletti része, igen, mert a mély építészetnek azért beletartoznak a műtárgyak, a közművezetékeknek az építése. Tehát, igen. Látunk, tehát amit nem látunk. Nem de látunk, hát ott is nagyon nagy érték van a föld alatt, még ha mi nem is látjunk, tehát azért még nem mi folyók közelében. Élünk, de azért vannak, amit nem igen. Természetes. Jó, de hát akkor ön ugye ide jött először Nyírbátorba, a városnak a költségvetés üzemében, majd átkerült a Szájévhez, de itt maradt Nyírbátorban. Akkor már férjhez mentem? Én már a főiskolás koromban férjhez mentem, mert... Hogy érte a szerelem? Hát... Villámcsapás?
sokáig együtt jártunk, a másodikos gimis voltam, és úgy ismertem meg a férjemet, ő nem oda járt az iskolába, hanem hát egy szallagavaton ismertem meg. Egy tánc, és csak akkor, egy tánc volt. Igen, erre szokták azt mondani, ugye? És jött az első gyerekem, és... De már akkor főiskolás volt. Igen, főiskolás voltam, és megszültem a nagyobbik lányomat, és visszamentem nappalira, és a férjem nevelt egy évig. Nem túl gyakori. Nem. De megérte, igen. Rossz volt, mert hát nem együtt voltam a gyerekemmel, de ezt meg kellett lépni, mert akkor nagyon rossz anyagi körülmények között éltünk, nem csak én szerintem. Igen, rosszul stáltoltak? Igen, igen. Tehát nem csak én, hanem szerintem akkor majdnem mindenki. Ha persze. Ha velem egykorúak. Hát ez igen, azt mondja, hát nem volt a szülői támogatás. Ez a 70-es évek, igen, ez a 70-es évek. Igen, mert 75-ben született a lányom, a nagyobbik. Nem volt semmi támogatás. Már szülői támogatás. Nem, hát minimális, hát világos, hát amit tudtak adni. Amit tudtak, hát igen. Igen, ez a mindenki egyenlően. Tehát az, hogy most egy lakást csoringel. Valakinek vettek, tehát ilyen nem volt. Erre hát nem volt, ha lehetőség. Csak nem volt az illető hasonló, mint ahol az édesanyja dolgozott, mint mondta korábban, vagy a nagymama, a házvezetőnő, aki... Tehát hát igen. Azért voltak akkor is, hogy olyan körülmények között élő. Na, tehát azt mondja, hogy nagyjából, vagy sok mindenhez van köze itt Nyírbátorban, ami kinőtt a földből, lakótelepek, és ugye sorolt még néhány dolgot. A város arculata akkor jól alakult ön szerint? Hát én nagyon sajnálom azt, hogy a városközpont megváltozott, tehát amikor én ide jöttem, akkor a 60-as években bontották le az északi városrészt, ami a bank épülete mellett, hát mi úgy hívjuk, mert azt a Karikpalotának épült, ott lebontották ezt a részt, mert ez a kis tőtér... a könyvtár is? Igen, igen, igen. És az a szerencse, hogy azért a többihez itt nem nyúltak hozzá, és nagyon szép volt például a északi része is a városnak, mert ott volt egy árkádos üzletsor, és én azt is sajnáltam, de ezeket már én annyira emlékszem, mint gyerek. De akkor az volt, tehát ez most, ez nem csak Nyírbátorban, hanem az ország minden területén az jelentett a fejlődést, hogyha ilyen kocka, emeletes házakat építenek. És a szabályozási tervekbe is ezek kerültek, tehát hogy szinte mindent letakarítani, és akkor hát meg kell nézni Nyíregyházát, Debrecent, hogy a belváros közepébe épültek a tízemeletes házgyári házak, de hát ez akkor ez volt. A Szabolcs szálló igen, a igen, és hogyha jól értem, akkor önnek nem tetszik, ahogy tehát azért megállt, és utána, tehát jól alakultak, mert ezek a lakótelepek azért végül nem a központba helyezkedtek el, hanem azért ilyen tehát olyan részekre kerültek, ami közel van, de ilyen kerteket sajátítottak ki, tehát több utcáltal behatárolt területekre kerültek. Ha erre lett volna bízva, akkor ezt nem engedte volna, ha jól értem. Nem tudtam volna még ezt annyira értékelni. Nem? Nem. Akkor nem. Mikor kezdte ezt el értékelni? Szerintem, amikor én, vagy úgy emlékszem, hogy amikor idejöttem, akkor, ahol most dolgozok, a polgármester hivatalban, most ugrottunk egy nagyot, nem hogy baj, a szájéktől eljöttem, és én. Akkor jó, és volt egy ilyen feladatunk, hogy 15 éves volt Nyírbátor 1988-ban. És úgy 15 éves, hogy 15 évvel előttek kaptam meg a városi rangot. Igen, és akkor mi elmentünk a kollégámmal kutakodni a levéltárba, és akkor én ott találtam ilyen dolgokat, és akkor hát meg a munkám által, meg ahogy jártam, mondjuk, hogy főleg nekem nagyon tetszenek a felvidéki, szlovákiai városok, ahol azért úgy megmaradtak Késmárk, igen, Bártfa, tehát meghagyták Lőcse. Tehát ezek, ott megmaradtak azok a középkoriban. Igen. Volt, hát igen. Azért ezek a városok, ugye kereskedővárosok voltak, és egészen más volt a helyzetük
anyagi helyzetük a polgárainak, mint itt Nyírbátorban. Tehát tulajdonképpen, ha jól értem, ön a levéltárban kezdte el megszeretni Nyírbátort, mármint ebből a szempontból. Igen, akkor így találtam olyan dolgokkal, tehát azzal a célra mentünk oda, hogy a városháza történetét kutassuk, és akkor, hát akkor sok mindent megmondjuk, hogy mit akarunk, akkor kezünkbe adnak egy anyagot, és akkor persze, hogy amikor lapozunk, azért találkozunk olyan dolgokkal, ami, és nagyon sok érdekes dologgal, hát csak ez idő, hogy az ember ott eltöltsön ott fél napokat, órákat. Miért épít egy falu városházát? Arról mi derült ki? 1904-ben határozták el, mert itt volt máskülönben korábban is a közigazgatásnak a központja ezen a helyen. Attól ez még egy De ez egy nagy hipozás városházat. Nem mondhatnánk, hogy falu volt, mert ha azt veszük, most lesz 740 éves, tehát település. Nem, hát volt városi rangja korábban is Nyírbátornak, és hogyha megnézzük a régi kataszteri térképeket, azért Nyírbátor egy kereskedő útvonal, tehát egy kereskedő útvonal keresztül ment, tehát a Erdélyből a sót itt hordták, azért is van egy utcánk, hogy Sóhordó utca, tehát itt végül is élénk kereskedelem folyt akkor, és ahogy én olvastam, a testület... De ez ugye azt is jelenti, hogy egy gazdag település volt, aki egy ilyen épületet tudott építeni. Igen. Mindegy hitelt is vettek föl rá, azt is tudom, tehát ez végül is a testületi jegyzőkönyvekben olvastuk, és akkor elhatároztak, és egy budapesti építészirodát kért fel a város, és tehát megadta, hogy milyen instrukciók legyenek. A torony azért, mert nem voltak a templomoknak tornyai, ugye a minorita... Igen, ez tűztorony volt, még mindig ott vannak a kis harangocskák, azt a felújításkor megtartották, amit megkongattak, hogyha esetleg tűzvész volt, hát nem nagyon tudom, hogy Nyírbátorban volt olyan jelentős tűzvész, de biztos voltak, mert szükség volt rá, meg hát ez erre is, ha már... Tehát a megelőzés az... sokat jelentett, mert tehát nem tudok nagyobb tűzvészről Nyírbátorban. Igen, tehát ez volt, igen. Tehát ez volt az egyik szempont, a másik szempont, hogy akkor főszolgabíró volt, tehát a bíráskodás meg a közigazgatás az egybe volt, tehát a mostani polgármesternek lenne a hatásköre, tehát ott úgy is hívták, hogy főszolgabíró a város első vezetőjét. A testület, tehát úgy ízlelgetem, hogy melyik kifejezés a jobb, a polgármester vagy a főszolgabíró. De azért, igen, tehát azért, mert a bíráskodás is itt volt, és akkor börtöncellákat is kellett itt építeni. Hogy igen, alatt? Volt, igen. A tehát ott a pincébe az volt. És akkor, tehát megvoltak az irodák, és üzletek voltak azon a helyen, ahol a házasságkötő terem volt. Tehát ott... Vajon sokan raboskodhattak a pincében? Az nem derült ki. Szerintem azokat tartották itt, hogy mivel itt volt a bíráskodás, és ami mondjuk nevezzük úgy, hogy előzetes letartóztatásba kerültek. Jó. Tehát és most, ha lemegyünk, nem tudom, csontvázakat, hát maradjunk. Gondolom, hogy nem életfogytiglan, és utána elvitték. Hát, jó, rendben van. Ugorjunk akkor vissza a városhoz a történetre, akkor beszélünk kicsit, ugorjunk vissza az ön életére. Tehát, hogy ön ugye elvégezte a főiskolát, megszülte majd a második gyerekét, átérte és túlélte a szájüves időszakát, 7-8 évig dolgozott ott, hogyha jól emlékszem, és végül behívták ide a nyírbátori városházára dolgozni, az építési hatósághoz, igen, ugye? Igen, ott kezdtem ezeket, ez 85-ben. Mindeközben ugye már két gyereke volt, igen. És aztán nem sokkal később egyedül maradt, ugye a férje az elhúnyt. És ekkor azért úgy eléggé felkeményedhetett az élete, gondolom én, mert hirtelen csak családfenntartóvá vált, egyedülivé. Igen. Ez ugye azt is jelentett, hogy gondolom, ahogy így az ember úgy belegondol, két ember munkáját kezdte elvégezni? Tehát sőt hármat, végezte a hivatalit. Tehát amikor én ide kerültem, akkor... Hát egy csoportvezetői állás volt meghirdetve, mert tehát hasonló szervezet volt
a polgármesteri hivatal, akkor még akkor tanács volt, tanács, még tanács, városi tanács volt, és volt egy hatósági osztály, és azon belül volt egy építési csoport, aminek a csoportvezetői állása volt meghirdetve, és akkor én egyből kiadmányozó csoportvezetőként kerültem ide. Kiadmányozó? És, hát az azt jelenti, hogy tehát az aláírási jog az engem illetett meg, és amikor én ilyen helyzetbe kerültem, hogy a férjem fiatalon meghalt, és akkor két kiskorú gyerekkel ott maradtam, akkor... Milyen korúak voltak a lányok? Hát 15-10. 15 és 10 évesek. És akkor én kértem azt, hogy én nem csinálom tovább, hogy vezető is legyek. Hát itt úgy megjegyzem, hogy valójában én úgy éreztem mindig, hogy én inkább ilyen háttérmunkát szerettem csinálni, tehát azért egy vezetőnek több mindenhez kell értenie, hogy pláne meg egy középvezetőnek. Az más az tehát igen, ugye? Meg tehát egy középvezetőnek a kapcsolatot kell tartania ugye a beosztottjaival, és a felső vezetőkkel is kapcsolatot kell, hogy tartson. És én úgy éreztem, hogy én inkább azt választom, hogy nekem szükségem van a szellemi erőmre, a fizikai erőmre, és én bementem a akkori osztályvezetőmhöz, és akkor meg a polgármesterhez, és akkor mondtam, hogy én nem... Akkor már nem, mert ez 91-ben volt, ja, igen. 90. 91-ben volt, és akkor mondtam, hogy én nem vállalom el. És akkor megkérdem mindegy, és maradtam ott, mint ügyintéző. Idáig. És akkor elkezdett tervezni is? Vagy már előtte is igen, tervezett? Igen, tehát akkor volt lehetőségünk, hogy amikor megvolt az 5 éves szakmai gyakorlatom, akkor lehetett kérni, hogy magántervezői jogosultságot szerezzek, és akkor hát én úgy gondolkodtam rajta, de a kollégám, akivel mai napig is együtt dolgozom, ő mondta, hogy hát váltsuk ki, hát szükség lesz az arra, és akkor azért abban az időben nagyon sok, tehát a lakásépítkezéseknek a száma olyan volt, hogy például Nyírbátorban 120-80 lakás épült évente. Évente? Igen. Most, és akkor, most mennyi? Most például nem tudom megmondani, mert nem hozzánk tartozik. 8-10. Körülbelül. Tehát most már a járáshivatalhoz tartozik, és a statisztikai adatokat nem ismerjük. De nagyon sok nem. Nagyon hát az nyomta most meg, ami itt 25 lakás, vagy mennyi út épült itt most itt a sarkon. Igen. Na most tehát akkor kiváltotta a tervezőit, és mondja már nekem, van egy ideális otthon, amit sikerült valakinek megtervezni, vagy esetleg saját magának? Az enyémet, és én azt is nagyon szeretem, azt is én terveztem, amit be most végül is a lányomék laknak, és szeretem. Tehát én úgy éreztem, most hogy... Pillanat. Igen. Önben kit tisztelhetünk? Azt, aki kockaházakat tervez, vagy azt, aki van valamilyen elképzelése, és az a ház önmagában is néz ki valahogy. Tehát nem csak belül jól lakható, hanem néz is ki, mutat. Tehát én inkább azért nem nevezem magamat olyan nagyon, mert ez a tervezés is végül is egy művészet, igaz? Hát azért az egyetemen például csak a homlokzat kialakítást egy fél évig tanulják, hogy milyen igen. Hát ez egy művész. Tehát minket, persze, bennünket inkább azért kivitelezőnek képeztek a főiskolán. Én az organikus építészetnek vagyok a híve. Tehát ez az, hogy... Ez a szerves, mihez nem, ez azt jelenti, hogy ami erre a tájra jellemző volt. Igen, tehát az, hogy megnyílt a építetők között a információ áramlás, ugye újságokat tudtak venni, akkor volt a szép házak, most meg rákattint az interneten, és akkor mindig vannak divatos házak. Tehát volt egy időszak, hogy építettek lapostetős házakat, és akkor emeletes házat építettek, hát az olyan nagy dolog volt, hogy hát az van egy alaksori része, vagy földszint, és akkor lépcsőn kellett fölmenni. Utána jöttek klassz. A tetőteres házak, és utána pedig jöttek ezek a, úgy hívjuk mi, hogy amerikai stílusú házak, az nekem nekem nem tett. Tehát nem szeretem azt. Nem tudom, honnan ezt így nevezik, tehát honnan vették ezt. De, tehát ön nem szereti. Igen, én azért nem szeretem. Ön szétválasztja aztán... a konyha étkező nappalit? Ezek én szerint. Én nem. Attól még nem kell szétválasztani.
Attól nem, mert én mindig azt mondom, hogy egy családnak legyen egy tere, ahol élnek. Utána még mindenki elvonul a saját helyére. Tehát, hogy ott az étkezés... Találkozott olyan különleges igényel, amikor tervezett? Hát mert nyilván átjönnek az emberek, és akkor... És akkor hát valakit meglehetett, volt olyan, beszélni, hogy... embert, igen, hogy... De igen, ember, igen. Ez így tehát lehet, mindig hogy papíron... Igen, tehát én mindig mondtam nekik, hogy például volt olyan, hogy amikor én már nem is tervezem, csak behozták a tervet, hogy a nappali el volt választva a konyhától, az étkezőn. Hát mondom, annak egybe kell lenni, hogyha fogadsz egy vendéget, megvacsoráztok, vagy ebédeltek, vagy bármit fogyasztotok, utána mondod, hogy menjetek át, álljunk már fel, és akkor menjünk át a nappaliba, annak a szervesen együtt, és akkor úgy elfogadták. Tehát ön. De ön háziasszonyként gondolkodott építészként? Én úgy gondolkodtam, hogy ahogy az életformám, hát lehet, hogy nem egyforma mindenkinek az élete, én emlékszem, amikor én is terveztem, akkor volt olyan gondolatunk, hogy tetőteret tervezünk, és az egyik ismerősöm, pedig biztos fogja tudni, hogy kire gondolok, ő szolgálati lakásban lakott, és tetőteresben lakott. Azt mondja, nehogy csinálj ilyet, mert azt mondja, hogy néz ki, hogy a gyerekek felvonulnak, és soha nem látod a gyerekeidet. Igen, és ez egy praktikus igen, szempont, és a akkor, gyerek szempontja. Tehát nálunk is volt mindenkinek, tehát meg is van külön szobája két lánynak, és amikor én egyedül maradtam, akkor azt vettem észre, hogy mindig jöttek utánam, és mindenki a nappaliba tanult. Hiába volt szoba, tehát, mert olyan rövid ideig voltunk együtt, és a szükség van a családi életre olyan szempontból, hogy beszélgetni kell a tanulásról, az étkezés. Jó, de mikor volt önnek ideje tervezni? Éjjel. Éjszaka terveztem. Igen. Meddig dolgozott éjszakán? Hát egy-két óráig. És ezt meddig lehetett bírni? Hát szerintem, mikor? Hát már azt mondtam, hogy 10 éve, pont jókor, már nem is lehetne szerintem csinálni. Most már annyira nehéz a tervezés, hogy tehát igen. Itt már persze. Nyilvántorban nagyon nehéz, hát kevesen vannak. Hány olyan ház lehet, amit ön tervezett? Hát szerintem vagy 20, 10-20, de ez, tehát abban az időben olyan, tehát nem volt pénzük, az építetőknek, pont annyi, hogy elkészüljenek, tehát olyan nagyon csodák nem voltak. Én szerettem ezeket az utcára, tehát azért az előírásokat be kellett tartani, mert volt ahol utcával párhuzamos, tehát úgy mondom a kubatúrát a tömegének a megjelenésébe, és én szerettem építeni, amit mindenkinek ajánlottam, de hát ez most már lehetetlen, mert a kocsit, a tornácos házakat, mert én mindig azt mondom, hogy kedvencem. Régen nekem az volt a kedvencem, és nem kellett klíma, a ugye? A népi stílusban hozzám modernben én azért valahogy. Szerettem a tornácos házakat, mert a tornác védte a naptól, védte a hidegtől a házakat, praktikus, és akkor még előtte, hát olyan azonos korúak vagyunk, mindenkinek előtt volt egy szőlőlugas, ugye? Pont egykorúak vagyunk. Volt egy szőlőlugas. Olyan hideg volt, mert emlékszem, hogy mindig le kellett délután feküdni nekünk gyerekeként, és olyan hideg volt, amikor bementünk a lakásba, ahol én felnőttem. És most meg jó más, tehát én ebben nem akarok belemenni, azért nem voltak leburkolva az utcák, tehát azért teljesen más volt akkor. Jó, tehát ezért ajánlottam a tornácosat, mert igen, annak megvolt a praktikus de én szempontja. Úgy gondolom, hogy az én életemben nem ez volt a meghatározó, hogy én olyan nagy, persze, jó. Nem. Éppen ezért nem. Akarom is, vagy szeretném is, hogy ugorjunk egyet. Mert ugye önnek egyrészt vannak elismerései, már országos elismerései is vannak, és azt szeretném, oda szeretnék kanyarodni, hogy miért is van ez. Ugye itt szerveztek önök itt egy műemlékkonferenciát, ha jól rémlik nekem. Igen. Mi volt ennek a lényege? Tehát miért Nyírpátorban? Persze van műemlék, de igen, azért... Van, igen, az is meghatározó. Tehát ez úgy működött, hogy 2 évenként az ország, még akkor országos műemléki hivatal volt, tehát önálló szervezeti egységek voltak, most már tehát a kormányhivatalon belül működik a Nyíregyházi Járási Hivatalnál, megpályáztatták a műemléki konferenciát 2 évenként, és 91-ben Békés Csabán volt, és akkor az akkori polgármesterünk Petrócki Ferenc azt mondta, na, mi is megpályázzuk, mert hát mi is rendelkezünk hát annyi műemlékkel. Igen, igen, igen. És akkor megpályázta a város, és 93-ban megkaptuk a rendezés jogát. És, tehát ez rang volt egyébként, nagyon, egy ilyen konferenciát? Nagy, hát igen? 240-en voltak, és abban az időben azért tehát ott gondoskodni kellett ugye a szekcióülésekről, akkor a
plenáris ülésekről, amikor megnyitották, tehát azt az egyik a... Ki értett itt ehhez? Azt mondta, hogy ti meg tudjátok csinálni. És ja, tényleg ennyi? A hivat, tehát volt egy pár, vagy négyen voltunk, akik mennyit dolgoztak ezzel? Nagyon sokat, de nagyon élveztük. És az apparátus, akárkit felkértünk, mert ennek pénzügyi vonzata volt, a vendégeket kellett fogadni, kirándulásokat kellett szervezni, szállást fogadni őket, tehát, és mindenki olyan lelkes volt, tehát kiderült, munka mellett csináltuk. És ennek a konferenciának a révén valami a városról, valami új? Esetleg? Mert mondjuk az az igazi. Sok mindenki nem ismerte Nyírbátort, és amikor tehát itt főépítészek voltak, műemléki szakfeladatot ellátó kollégák voltak, akik a kivitelezésbe dolgoztak, tehát megvolt ennek a protokollköre, hogy kit kell meghívni. És akkor sokan nem is ismerték Nyírbátort, és utána, hogy hát azért ez már nagyon régen volt, évekig kerestek bennünket, tehát akkor nem volt még lehetőség, hogy rákattintok a Google-ba, és akkor mindent, igen, honlapról, hanem felhívtak, hogy hol lehet szállás, hogy ők, mit tudom én, a környékre elmennének. És tehát én szerintem ilyen típusú hozadéka a városnak a rangját, a műemléképületeknek a szépségét, a monumentalitását, ők elvitték azért az ország minden részére, meg a látnivalóját, annak az értékét. Ennek köszönhetően az első díját, amit kapott ilyen nagyot? Végülis nem ez volt, amit kaptam, hanem ezt 99-ben kaptam, és 91-ben, pont 93-ban, amikor volt a műemléki konferencia, akkor a Habitat világnapon kaptam egy díjat. Azt mire kaptam? Azt én is meglepődtem, csak felhívtak engem, hogy akkor még a megyei önkormányzatot terjesztettek fel, és akkor úgy meglepődtem, még azt se tudtam, tehát nem nagyon tudtam, hogy ez micsoda. Világos, és akkor hát végül is ez az egészséges, élhető környezetnek a megteremtése. Ez most is működik Magyarországon egy alapítvány is, meg egy non-profit szervezet, és akkor pont aznap kellett nekem Budapestre utazni, a belügyminisztériumban, és ezt megkaptam, de én ezt most lehetőségem van arra, hogy végül is én tudtam utána már, hogy miért kaptuk a cigánytelepeknek a felszámolásáért. Uh-huh. Hát ott az északi részben, ott végül is akkor kunyhók tömbkelebe éltek ott az emberek, és akkor én már amikor 85-ben ide kerültem, akkor a kollégáim, tehát Sándor József meg Hatházi Ferenc, ők rengeteget voltak kint terepen, és fel kellett mérni ezeket, hogy hányan, milyen kunyhó lefotózni. Tehát az önöknek köszönhető, hogy... Hát mi nagyon sokat dolgoztunk abban, hát persze az változás. Pénz is kellett. Persze. És akkor volt egy jogszabály, ami tehát leadta a hatásköröket. Hát mi például... Akkor mi történt? Álljunk meg egy pillanatra. Időnként vegyen egy kicsit levegőt, és akkor én is meg tudom hallani. Szóval, hogy mi történt? Felmérték, kunyhók, stb. Igen. És utána dózer, és építünk más új házakat? Igen, tehát kialakították az utcaszerkezeteket, volt ott utcaszerkezet, de hát közművesítést, és akkor volt egy jogszabály, tehát ott mindenkinek saját magának kellett kérnie, de építettek tanácsi bérlakásokat is, de nem tömblakásokat, hanem úgy hívtuk, hogy C1-es, amiben volt egy szoba, egy konyha, ennyi volt. És akkor ezekre a támogatást úgy kapták meg a családok, hogy nekünk egy előterjesztést kellett készíteni, azóta nem, hogy szociális körülményeknek meg nem felelő telepeknek a felszámolása, a pénzt a megyetanács biztosította. Tehát ingyen építettek Tehát volt, amikor tervezni kellett, tehát a hivatali munka mellett megrajzoltuk a házat, műszaki ellenőrök voltunk, költségvetést készítettünk, és még átvettük a lakásokat, tehát nagyon sokat dolgoztunk amellett. Akkor nem vettünk kapta a díjat, de most azt mondjam el nekem. Még itt, hogy hagyj fejezzem már be, hogy én úgy éreztem, hogy most úgy érzem, hogy ez az a hely, ahol én nem csak
önmagamért vettem át, hanem ezért ezt a kollégáim is megérdemelték volna, hát de gondolom, hogy csak egy embernek adták, és most lehet amiatt, hogy most én értem, nő voltam. Tehát vagy ez, nő, vagy ez a fair az ön igen, részéről. Igen, értem. Igen. Örülöknek, hogy elmondta, de ha mondjuk nem tudom, mikor járt utoljára arra, amiről beszél, mikor kezdett azért leromlani megint az a környezet? Hát az a 2000-2005 környékén? Igen. Tehát igen, elkezdett leromlani. Igen. Utolsó része, és most már csak rövid része ennek a beszélgetésnek, hogy én egy másik beszélgetésben hallottam, hogyha ma mondjuk jönne ide egy csoport, és kellene kérni valakit, hogy vezesse már őket itt a városban körbe, és esetleg mesélje valamit a város múltjáról, jelenéről és esetleg jövőjéről, akkor önnek kell szólni. Mert hogy ön amatőr idegenvezető is lett, vagy nem is amatőr? Szerintem ez vagy két hete volt, hogy engem felkértek, amikor volt a Radnóti díj. De nem véletlenül kérték fel, mert hát, tudták, hogy tudja. Szerintem én nem végeztem, tehát ilyen idegenvezetői tanfolyamot egyáltalán. Lehet, hogy a lexikális tudásom sem megfelelő, hogyha mit tudom én, annyira kellene évszámokról meg ilyesmiről beszélni. Tehát nem specialista, hanem én úgy gondolom, de általában igen, jól tudja. Tehát érdekel a város szerkezet, és sokat nézem a kataszteri térképeket, nézem a régi város arculatát, amit meg lehet nézni, ott van Bátori Gáborral közösen csináltuk azt a képkiállítást, ami a Városháza kerengőjében van, és szerintem lehet amiatt, hogy lelkes vagyok, és az, de én nem veszem ezt észre. Mi az első, amit mond Nyírbátorról, hogyha egy idegen csoport? Mit mondott? Hát én még csak egyszer. Na, akkor mit mondott? Az egyszer. Hogy ez egy annyira élhető város számomra. Tehát nekem a gyerekeim is itt maradtak. És most meg különösen. Tehát én nagyon szeretem a műemlékeket, tehát a három kiemelkedőt, a református templomot, a minorita templomot, a ferences templomot, és a hozzá csatlakozó épületet, ami kolostor volt, ferences kolostor, de most pedig a múzeum. És én nagyon örülök, hogy összekötetésbe... Ebédlőpalota? Annak is, az egy másik történetet... Hogy nem említette? Igen. Az nem tetszett annyira. Hát én ott... Most így csapongok. Vagy a környezetem miatt nem tetszik? De vagy? Tetszik, csak valahogy lehet, hogy amikor én dolgoztam, mert én műemléki szakfeladatokat is láttam el, akkor még egy magtár volt, és rengeteget pályáztunk rá, hogy egy kicsit az állagvédelmét óvják meg. Ott voltam. Na, de most már nem magtár. Igen, és most már nem ebédlőpalota. Mi baj? Nem azt? Hát én az... terveket, amit én láttam, tehát én végig néztem azokat a folyamatokat, amit még a 80-as, 90-es években nagyon sokáig tervezték, igen, hosszú szóval. Ideig, és én valahogy úgy gondolom, hát nem vagyok műemléki szakember, hogy egy picit úgy nekem túllőtt tömegében, tehát valahogy én nem úgy képzeltem el az én ismeretanyagom, mint hogy ez valójában ilyen volt, de hát lehet, hogy nem kell ilyennek is lennie, de örülök neki, hogy, hogy felújították, örülök annak, hogy egy lehetőség van arra, hogy rendezvényenek legyenek, ott alatta van az nagyon szép étterem, az egy gyönyörű pince volt, én azt tartom a legszebb részének, és akkor meg ott van egy kiállítás, tehát végülis az idegen forgalom szempontjából meghatározó lett ez az épület. Uh-huh. Szép város Nyírbátor? Na, én nagyon szeretem. Én szeretem Nyírbátort nagyon. Mondjon egyet, ami a legjobban szeret benne, és ezzel fogjuk befejezni a beszélgetést. Én nagyon szeretem a múzeum környékét, a papokrétjét, hát most már a Szalontai Barnabás teret, ő meg is érdemelte, hogy ott közterületet nevezzenek el róla. Nekem oda nagyon sok szép emlékem fűződik, tehát a fiatalságom, és hát mert a férjemék a múzeum, igen, azt is lehet mondani, a férjemék ott laktak a múzeumba. Igen, tehát akkor tényleg ott lehetett az és akkor csók. Igen, tehát ott az mindig olyan meghatározó része, tehát én amikor megyek így a városba, akkor még elmondok egy történetet, hogy volt az ICOMOS szervezet egy olyan
ez nem is konferencia volt, hanem a műemléki, össze van mindig ezek a műemléki világnap alkalmából, hogy a örökségünk határok nélkül, ez 99-ben volt, és elmentünk Romániába, Érszakácsiba, Krasznára, meg átmentünk Kárpátaljára, ami nagyon nehéz volt, és akkor a csoport egy része ott lakott a kollégiumba, és egy nő azt mondta nekem, hogy jaj, Anikó, hallottam, hogy nálatok milyen szép templomok vannak, hogy mutasd már meg a templomot, hát jó, már kezdett szürkülni, kimentünk, és akkor azt mondta, hol van a templom? Hát mondom, itt állsz előtte. Tehát ő egy ilyen kicsi, tehát a városhoz mérten ő egy kis templomot képzelt el, és nem vett észre, hogy és akkor így felnézett, és akkor azt mondta, ez a templom? Tehát a mi városszerkezetünkhöz, ez mind a két templom egy monumentális, tehát ami az akkori, mikor az épült, 500-valahány éve épültek, akkor nagyon kevés lehetett Nyírbátornak a lakossága, kis pici kis házak lehettek, és ez és ez még most is monumentális. És akkor én akárhányszor megyek a városba, én mindig olyan örömmel nézem, meg olyan jó érzéssel tölt el bennem, hogy ilyen szép csodák között élhetünk, és ezt én útravalóul mondom a városlakóknak is, hogy meg kell találni az örömet, és biztos, hogy vannak problémák még a város működésében is, de ez most ne az legyen ennek a beszélgetésnek a további mondani valója, hanem akkor keressük meg, ami számunkra örömet is okoz, mert általában mindig, hogyha találkozunk valakivel, mindig úgy a rosszat szeretjük mondani, hogy ez volt, az volt, de hát akkor igen. Ön, akinek lett volna éppen elege, elég oka arra, hogy mondjam, kicsit keményebben tekintsen a világba, ön mégis az örömet veszi észre. Mi is, hogy itt volt, ennek örülünk. Én is köszönöm. Köszönöm és szépen. Köszönöm, hogy megtisztelnek majd a nézők is engem. Köszönjük úgy érzem, szépen. Hogy önmagamat adtam meg az életemből, egy picit meg a munkámból, talán még lehetett volna többet is mondani majd a hatósági részről, mert köszönjük az is szépen. Egy érdekes. Köszönöm szépen. A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru üzlet biztosította.